Közleményükben azt írták, az éger, a ciprus és tiszafa félék, valamint már a kőr és virágpora is jelen van a levegőben, azonban koncentrációjuk jellemzően még alacsony. Megkezdődött a pollen szezon, az enyhe időnek köszönhetően ügyeznek, kezdenek virágozni a fák, és a levegőben megjelentek pollenek, konkrétan a mogyorót hallottam. Érdekes dolog ebben a influenzás, koronavírusos, RS-vírusos, egyéb vírusos szezonban, hogy most akkor kicsit komplikálja a helyzetet, mert ugye a náthás tünetek, ugye egy ornyáka-hártya gyulladást vált ki a pollen is, hát a vírusok is hasonló tüneteket okoznak, nehéz elkülöníteni ezeket a betegségeket, amikor jelentkeznek ilyennel. Tájékoztatom a betegeket arról, hogy érdemes elővenni már a gyógyszereket, hogyha nem is érzik a tüneteket, már akkor is indokolt ezeket beszerezni. Nagy tömegével még nem jelentkeztek a rendelésen pollenallergiára, gyanús tünetekkel, de várható. A meteorológiai előrejelzés alapján a következő napokban nem várható jelentős változás, de a legkorábban virágzó fák pollenszórása az újabb felmelegedés hatására ismét erősödhet, tették hozzá. Nálam én úgy tapasztalom, hogy általában az gyorsan elmúlik, tehát nem folyamatos tulajdonképpen, és akkor lehet, hogy az immunrendszer is hozzájárul, gondolom én, tehát nem annyira vészes nálam, azért nem az a súlyos, hogy gyógyszereket is esetleg szedjek rá. Az NNK arra kéri a pollenallergiás betegeket, hogy fordítsanak gondot a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. Ebből szoktam értesülni először a tavasz közelettére, ha megjelennek a pollenek, akkor hamarosan virágba borul a természet. Mondjuk ennek a nehezebb oldala az, hogy számomra ez problémákat okoz, nyálkahártya, szem, orr, fül, minden, ami elképzelhető, ez előfordul nálam. Úgyhogy én a doktor úrhoz szoktam fordulni, és hát én megelőző jelleggel elkezdem egy-két héttel a szezon előtt szedni a gyógyszert. Ebben segít a Nemzeti Népegészségügyi Központ naponta frissülő polleninformációs szolgáltatása. Az NNK javasolja azt is, hogy a mogyoró, az éger, a kűris, illetve a ciprus és tiszafa félék pollenjére allergiások készüljenek fel a tünetek megjelenésére, illetve erősödésére, és kérjenek tanácsot kezelő orvosuktól.